Cukrot kaptak hátrányos helyzetű családok 8 megyei településen a Minden Gyermek Lakjon Jól Alapítvány jóvoltából. A felajánlott édességből a programban résztvevők karácsonyfája alá 1 kiló jutott. Az adományt leveleken osztották szét. Csatárláncban adogatják a települések képviselőinek az adományszaloncukrot leveleken. A Minden Gyermek Lakjon Jól Alapítvány jóvoltából a középnyírségi kistérségi társulás települései közül Laskodra, Levelekre, Nyírjákóra, Nyírkarászra, Nyírkércsre, Nyírtasra, Ófehértóra és Petneházára jutott az édességből. Az alapítvány munkatársai karácsony előtt így kedveskedtek a településeken élő hátrányos helyzetű családoknak. Összességében 2 tonna szaloncukrot ajánlottak fel az alapítványnak, és ebből úgy gondoltuk, hogy 1 tonnát lehozunk ide Szabolcs megyébe, a kistérségünkbe, és itt Leveleken, ahol most vagyunk, megpróbáltuk úgy ezt elosztani, hogy 8 olyan település, ahol egyébként az alapítvány az év minden napján ott van, és részese a nagycsaládok életének, ennek a 8 településnek a részére ezt a közel 1 tonna szaloncukrot szétosztanánk, ezáltal 800 családhoz, 1600 gyerekhez fog oda kerülni a szaloncukor a karácsony ünnepekre. Az alapítvány ajándékából azok a családok részesülhettek, akik egész évben részt vettek programjaikban. 2012-ben ők vetőmagot és csirkét is kaptak. Ezek nagy segítséget jelentenek a hátrányos helyzetben élőknek. Sajnos a gazdasági válság nem csak a országot gyötörte meg, hanem ezen belül a megyét és Leveleket is. Nagyon sok család került anyagilag nehéz helyzetben. Ezeknek a családoknak minden segítség, a legkisebb segítség is nagyon fontos, és ez a szaloncukor nagyon sok gyereknek fogja megédesíteni a karácsonyát. Az adomány szaloncukor meglepetést okozott a családoknak. Kevés a fizetésem is, és nagyon örültem most ennek a 1 kiló szaloncukornak is. A Minden Gyermek Lakjon Jól Alapítvány mintegy 1600 kisgyermeknek tette szebbé a karácsonyát a szaloncukorral. Karácsonyi ünnepséget szerveztek a beteg gyermekeknek és hozzátartozóiknak a József András Oktató Kórházban. A rendezvényről hamarosan, előtte nézzük, mi lesz még a híradóban.